Három évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy mi annyi ünnepnek vagyunk a részesei, hogy szeretnénk egy olyan napot, amikor magunkat és egymást ünnepeljük. Ezért hoztuk létre a gálát, és ezért hoztuk létre azt a rendszert, hogy lehet szavazni, és hogy díjakat osztunk ki különböző kategóriákban. A díjat azt nem mi osztjuk ki. A díjat azt a szakma döntése alapján kapja meg az, akivel abban az évben a legnagyszerűbb volt együtt dolgozni, aki bárki és mindenki szerint, illetve a sok szavazat szerint a legmagasabban teljesített abban az évben. Aztán eltelt a tavalyi év, a tavalyi gála, a tavalyi díjkiosztó, amikor az ember úgy érezte, hogy na igen, szóval büszkék arra, hogy megkapták ezt a díjat. Mi is büszkék voltunk rájuk, hogy megkapták, könnyeket hullattunk azért, aki mégsem kapta meg, hiszen mindenkinek lett volna egy jelöltje. És abban a boldog hitben éltünk eddig, hogy ez szépen megy a maga útján. Aztán elérkezett az a pillanat, amikor a gála fejlődése folyamán valószínűleg felnőtté váltunk, felnőtté vált a gála. És most már vannak ellenzők, most már vannak ellenvélemények, most már távolról sem olyan fátyolos a tekintet. De állunk elébe, és boldogan és örömmel segítünk abban, hogy a következő években tényleg felnőtt méretű cipőben járjon ez a gála. Mert az a célunk, és azt szeretnénk a jövőben, hogy ennek rangja legyen, és maradjon meg az a rangja, ami eddig volt. És hogy büszke legyen az, aki díjazást kapott, és hogy ne azt gondolják a kollégák, hogy itt haverkodás van. Mert én azt gondolom, és legalábbis én elvárom, hogy mindenki annak tudatában szavazzon arra, akit a legjobbnak tart, hogy megbecsüli a saját szavazatát, és tényleg arra fogja leadni, aki szerint a legjobb volt ebben az évben. Szeretettel várunk mindenkit a gálán. Nagyon sajnáljuk azt, aki nem akar részt venni ebben, de természetesen elfogadjuk a véleményét, és találkozunk nem sokára.